egyes kőzetek összetételét fogjuk megvizsgálni, mégpedig sósav segítségével. A mi üledékes kőzeteket hoztam, az egy mészkő, dolomit és egy lösz. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely kőzetnek van kalciumkarbonát tartalma. Köztudott, hogy a sósav reagál a kalciumkarbonáttal, ezen reakció során széndioxid keletkezik. Ezt a széndioxidot pezsgés formájában, a távozó széndioxidot pezsgés formájában fogjuk látni a kőzet felszínén. Nézzük meg először a mészkövet. Elhelyezem a petri csészére, és pipettával kevés sósavat veszek, és rácseppentem mészkövünk felszínére. Szemmel láthatóan heves pezsgésbe kezd, bizonyítja azt, hogy a mészkövünk nagy arányban kalciumkarbonátot tartalmaz. Hogyha ugyanezt a kísérletet dolomittal végzem el, őnála nem fogjuk megtapasztalni ugyanezt a heves reakciót. Rögtön mutatom, mert az összetételében ez a kőzet más. Dolomit esetében nem tapasztaltunk pezsgést. Az ennek az oka, hogy a dolomit az nem tisztán kalciumkarbonát ásványokból épül fel, hanem kalcium-magnézium karbonátok építik fel, és ők nem mutattak ilyen pezsgős reakciót. Viszont, hogyha a dolomitot van alkalmunk és módunk összetörni porrá, és ezt cseppentjük meg, akkor ő is mutatni fogja a pezsgést, mert akkor a sósav nagyobb felületen érintkezhet a kőzet felszínével. Érdekes kísérletnek ígérkezik a lösz megcseppentése. Vajon az általam hozott mintában van-e kalciumkarbonát? Rögtön kiderül, hogyha egy csepp sósavat rácseppentünk, és ez a lösz is szépen mutatja a próbát, tehát bizonyítjuk vele, hogy kalciumkarbonátot, azaz meszet tartalmaz.